Mogyoródon, a település központjában, a Rózsa utcában 2014. október 8-án tették le az új egészségház alapkövét, amely átadására várhatóan 2016-ban kerülhet sor. Az eseményen Babic László polgármester a 150 millió forintos projekt előzményeiről beszélt, míg dr. Hézinger Lajos háziorvos, az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának az elnöke az egészségház megvalósításának fontosságát hangsúlyozta. A mai napon, ahogy itt most beszélünk, 160 millió forintnyi összeg áll az önkormányzatnak a rendelkezésére, és a terveink szerint ez az új egészségház, ez 150 millió forintos költségvetésből fog megépülni. Egy pár gondolatot szeretnék arról mondani, hogy hogyan jutottunk el idáig. Az előző ciklusban merült fel ennek a gondolata, és akkor a Kapitány Attila képviselőtársam vezette Településfejlesztési Bizottság volt, amely a helyszínről döntött, három helyszínt jelölt ki, ez volt az egyik. Amikor a helyszínt kijelöltük, akkor sajnos ezek a telkek nem voltak eladók, és így hosszabb időbe tellett, amíg sikerült megvásárolnunk először az úgynevezett mucsi féle telket, amelyen azóta már a házat is lebontottuk, majd pedig ebben a ciklusban ezt a Zeller házat, amely még áll, de ennek a bontására is hamarosan sor fog kerülni. Ezt követően pedig kiírásra került az ötletpályázat, tehát már készülnek a tervek, és azt gondolom, hogy hamarosan abban a pozícióban leszünk, hogy a tervek készítését követően el tudjuk majd indítani magát az engedélyeztetést. Új jelentős történelmi pillanathoz értünk el Mogyoródon. Az új egészségház megvalósításának a terve küszöbön áll. Nagyon nagy jelentőségű ez Mogyoród történetébe. Én 37 éve dolgozom Mogyoródon egy viszonylag korszerűtlen régi rendelőbe. Az idő folyamán a település egészségügyi hálózata bővült gyerekorvosi rendelővel, fogorvosi rendelővel. A régi egészségház kinőtte ezeket a kereteket. Most az új tervnek a keretébe reméljük, hogy egy intézménybe tudjuk egyesíteni a Mogyoród összes egészségügyi létesítményét, tehát a gyerekorvosi rendelőt, a fogorvosi rendelőt, a védőnőket, és ezáltal egy sokkal nívósabb, sokkal korszerűbb, a jövő követelményeinek mindenben megfelelő komplexumot tudunk kialakítani. Mint ahogy a polgármester úr elmondta, februárban elkezdődik az építkezés, és nagyon várjuk a mogyoródiak is, és a mogyoródi egészségügy is az új létesítménynek a létrehozását. Az alapkőbe elhelyezett időkapszulában egyebek mellett helyet kapott a Magyar Nemzet aznapi száma, az egészségház megszületéséről szóló képviselőtestületi határozat és a Mogyoródi Hírek legfrissebb száma. Ebben a tervezett egészségházban egyfelől benne lenne valamennyi olyan funkció, ami az önkormányzat kötelező alapellátási feladatához tartozik. Ez konkrétan azt jelenti, hogy itt a házi orvosi, gyermekorvosi szolgálatok, a védőnők, valamint a fogorvos kapnának helyet, és nem csak arra gondolunk, hogy most a mostani helyzetet tudnánk megoldani, hanem hosszabb távon tervezünk. Tehát konkrétan arra gondolunk, hogyha mondjuk egy újabb praxis kell nyitni, akár gyermekorvos területén, akár háziorvos területen, akkor ez az épület, ez be tudja ezt is fogadni. Problémának láttuk azt, hogy a laborvizsgálatokra gyakorlatilag mindenkinek állandóan el kell utaznia, és mi úgy gondoljuk, hogy ebben az épületben mindenképpen helyet kap majd egy ilyen funkció, tehát szeretnénk egy olyan részt is kialakítani, ahol ezeket a vizsgálatokat el lehet végezni, illetve le lehet venni a vért, tehát mindazok, amelyek a leggyakrabban használt laborvizsgálatok, és ugye azt megszervezni, hogy ezeknek a kiértékelésre ne kelljen majd elutazni egy másik településre. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon pici többletköltséggel megoldható, de egy nagyon sok pluszt adna a településnek, hogyha ezt bele tudjuk ebbe tenni. Kuruc Péter Mogyoród alpolgármestere szerint a település takarékossága is kellett ahhoz, hogy a beruházásra szánt 150 millió forintos összeg rendelkezésre álljon a nagyközség számláján. Több összetevője van annak, hogy eljutottunk oda gazdaságilag, hogy már komoly célként tudjuk kitűzni azt, hogy megépítjük az új egészségházat. Az egyik ilyen lehetőség, hogy a magyar kormány átvállalta a település adósságát. Ezzel felszabadult egy komoly tehertől az önkormányzat, illetve maga a település. A másik pedig az a gazdaságpolitika, amit az elmúlt 4 évben folytattunk, az a takarékos gazdálkodás,
amely jellemezte az elmúlt 4 éves ciklusunkat. Most ott tartunk, hogy a mai napon 160 millió forint van, a plusz van a bankszámláján az önkormányzatnak. Az új egészségháznak a tervezett bekerülési költség a 150 millió forint. Ha az engedélyezések és egyéb dolgok lezajlanak, akkor már meg is épülhet az új egészségház. Várható projektkezdés 2015. február 15-e. Én bízom benne, hogy az engedélyezések után 2016 hasonló időszakában őszére már az átadón ünnepelhetünk együtt a településsel.